Megérkeztek a mínuszok, hóeséssel kezdődött a hét. A szekszárdi önkormányzat munkatársai már kora reggel elkezdték a sikosságmentesítést az utakon, járdákon. Bár váratlanul érkezett és sokakat felkészületlenül ért, voltak, akik egyből szánkót szerettek volna vásárolni, és ellepték az internetet a szórakoztató posztok. A szekszárdi lakosok közül többen pozitívan fogadták a télbeköszöntét, és remélik, hogy még több hó fog esni az idén. Tél van, ne márciusban legyen hideg, hanem most. Márciusban már tavasz legyen. A gyerekek, nem, az unokák nem láttak nagyon még havat. Hát, sok gyerek még nem is látott havat, ami elérte itt a két évet. Ja. Úgyhogy nagyon jó ez. Hát ha esett volna, több esett volna. Inkább több esett volna. Lenne egy 20 centis, és akkor egy darabig akkor el lenne. Akadnak olyanok is, akik szerint jobb lett volna, ha decemberben érkeznek a mínuszok, és nem szeretnék, hogy elhúzódjon a hideg. Szerintem a késői, már azért előbb kellett volna télnek lenni. Más pedig úgy gondolja, több szempontból is kedvező lehet a téli időjárás. Hát egyszer kell már jönni a télnek is, mert nagyon sok a bogár, meg ilyesmi. Na meg hát a mezőgazdaságnak is jól jön. Az előrejelzések szerint érdemes felkészülni, ne tegyük el a jégkaparót, ugyanis csak ezek után érkezik az igazi hideg. Hétvégén akár -13 fokot is mérhetnek a hőmérők.